Az elmúlt hetekben már nem a hideg, hanem a tartósabb, melegaszfaltos technológiát alkalmazzák Nyíregyházán a Nyír VV munkatársai. Múlt héten többek között a Bújtos utcán kátyúztak, ezek a munkálatok kisebb felületeket, kátyúkat érintenek, de az úgynevezett nagyfelületű, melegaszfaltos munkálatok is elkezdődtek már városunkban. Ezeket alvállalkozó végzi június 7-től. Kedden a Szabadság téren dolgoztak, a Kossuth tér és a Bújtos utca közötti szakaszon marta fel az aszfaltot a Nyír VV alvállalkozója. A Szabadság téren a marási folyamat után visszaadjuk az útfelületet a közlekedésnek. Ütemterv szerint június 25-én fog itt megtörténni az aszfalt út burkolása. Annyit még el szeretnék mondani, hogy utána néztem, hogy korábbi években mennyi összeget tudtunk erre a munkára fordítani. 2014-ben még csak 55 millió forint jutott erre a fejlesztési folyamatra, idén ez már pont a duplája lesz majdnem, úgyhogy ez is mutatja, hogy minden évben próbálunk többet útfelújításokra fordítani. Június 17-ig nagy felületű aszfaltmarási munkálatokat végeznek még többek között a Csipke és Csillag köznél, a Kürt, Lilium, Agyag, Dobos András, Irinyi, Himes, Gém és Rigó utcánál, valamint a Stadion utca 42-44 számnál a parkolónál. A pontos helyszínek listája elérhető lesz a Nyír VV honlapján, valamint a városi webportálon a nyiregyháza.hu-n is. Lakossági bejelentések és a Nyír VV munkatársainak, valamint az alvállalkozó ellenőrzései alapján is kátyúznak városunkban. Az útszakaszokon forgalom korlátozása és lassabb haladásra kell számítani. Ebben a projektben idén 23 helyszínen tudunk rossz minőségű, balesetveszélyes utakat felújítani. Közel 19 000 négyzetméteren fog ez megtörténni. Ez a projekt érinti a belvárost, Józsaváros, Hímes, Kertváros, Sóstóhegy, Sóstófürdő település részeket. Előre láthatólag július közepére a munkálatok véget is érnek. Próbáltuk úgy időzíteni ezen munkálatokat, hogy az iskola szezon vége felé kezdődjön már el, hogy minél kevesebb problémát okozunk a közlekedésben. A felmart aszfaltot a Nyír VV telephelyére szállítják, majd azt zúzott köves utak stabilizálásához használják fel a későbbiekben.